Egy Kecskemét méretű város teljes lakosságának megfelelő embertömeg látogatta meg a 8 év kihagyás után ismét megrendezett Kecskeméti Nemzetközi Repülőnapot és haditechnikai bemutatót. Az MH-59-en Györgyi Dezső repülőbázis teljes állománya dolgozott azon, hogy a magyar légierő felszereltségének és tudásának legjavát bemutathassák. Természetesen nem hiányozhattak a repertoárból a JAS 39 gripenek sem. Fantasztikus érzés. Mi a legjobb benne? Mi a legjobb benne? Hát azt, hogy majdnem repülök. A földön kiállított repülők és helikopterek egyértelműen a gyerekek kedvenceivé váltak. Megmutatott mindent, mi hogy működik, élesben bombákat tudják irányítani. Igazából ez. Mernél egy ilyet vezetni élesben? Hát egy kis tapasztalattal igen, mernék. Egyébként álmodoztál arról, hogy katona leszel, vagy valami hasonló szakmát válasz? Álmodozni nem álmodoztam, de megfordulni a fejembe. A repülőeszközök mellett a földön közlekedő tankok és egyéb harcászati eszközök is impozánsan tornyosultak a látogatók feje fölé. A maroklőfegyverektől a hatalmas gépmonstrumokig mindent megmutattak a katonák. Itt a modern haditechnikát tudja megnézni mindenki, aki Kecskemétre jön. Látja azt, hogy a honvédelem területén is mennyire fejlődünk, mennyire lépést tartunk az új technológiával, ami azért nagyon fontos. És van az a régi mondás, hogy az a nép, az a város, vagy az ország, amely nem áldoz a saját hadseregére, az majd el fogja tartani a megszálló hadsereget. Természetesen nincsen most olyan történelmi helyzet, azonban mégiscsak van létjogosultsága a NATO-nak, hiszen nem érkezett el még a világbéke, és konfliktusokra, konfliktus helyzetekre állandóan számolni kell. A Nemzetközi Repülőnap kortól és nemtől függetlenül mindenkit érdekelt. Jól lehet, mindenki másban találta meg az érdekességet és a szépséget. 8 éve is voltam, én nagyon szeretem, úgyhogy nem volt kérdés, hogy most is jövünk. Engem teljesen lenyűgöznek ezek a bemutatók, meg a gépek, meg hát így jó hangulat is nagyon. Pedig azért azt szokták mondani, hogy a haditechnika az inkább olyan fiús dolog, nem? Igen, azt szokták mondani, de engem mégis nagyon megfog. De hát mondjuk a hölgyek azért szeretik az egyenruhásokat szerintem. Napjainkban egyre inkább jellemző, hogy a nők nem csak szemlélik, de fel is húzzák az egyenruhát. Zolnai Lea hadnagy, a honvédség Airbus A319-esén repül első tisztként, és a hivatalos megnyitón is megmutathatta a hatalmas csapatszállítót a közönségnek. Azt szerettem volna ma megmutatni, hogy ez milyen szép ez a gép, milyen méltóságteljes, és hogy milyen alacsonyan, milyen lassan lehet vele akár repülni. Így akkor, amikor az ember arról beszél, hogy repülőnap, akkor mindenkinek először a vadászgépek jutnak az eszébe, de azért van jó néhány hasonló gép, ami kiszolgálja a katonaságot. Miért pont ezt választottad, vagy volt-e célzottan ez az irány, hogy te ide akarsz jönni egy ilyen nagy gépbe? Én alapvetően szeretek csapatban dolgozni, és ez egy csapatsport, ez a szállítórepülés, illetve ezzel nagyon sok helyre el lehet jutni. Míg a vadászok az valóban egy nagyon izgalmas repülésmód, ez egy teljesen másfajta, sokkal nyugodtabb, sokkal kényelmesebb is, viszont ezzel sok helyre el lehet jutni, és hát igen, illetve a csapat. Itt állsz előttem nőként, pilótaként, azt gondolom, hogy ez önmagában is egy nagyon komoly teljesítmény, és egy tök jó üzenet, de mit üzennél azoknak, akik mondjuk fejükbe veszik, hogy szeretnének ők is pilótát lenni, ne adj Isten, még lányok is? Legfőképpen azt, hogy higgyenek magukban, lehet, hogy elcsépeltnek hangzik, vagy közhelyesnek, de tényleg ez az alapja, hogy elhiggye magáról az ember, hogy amit kitűz maga elé, azt sok munkával azt el tudja érni. A modern technika bemutatása mellett azt sem szabad elfeledni, hogy a múlt katonái és mérnökei taposták ki az utat addig, hogy a modern gépcsodák ma repülhessenek. A múlt értékeit is igyekszik megőrizni Révi László, a Goldtimer alapítvány alapítója is, aki fából készült oldtimer repülőit mutatta be építőként és egykori pilótaként. 56-ba fertőztek meg, és 57-től vagyok már tulajdonképpen. Ez egy jó pár évet kihagytam, de aztán a 90-es években újra kezdtem, mert aki repült egyszer, az nagyon nehéz annélkül meg lenni. Szerintem az emberek azért ma már meghökkednek, amikor azt látják, hogy fából van egy repülő, nem? Hát igen, a faszerkezet az ma már nem, de most a faszerkezet is úgy lettem, hogy öreg autóztam a repülés szünetébe. Ez a kemény kalap és krumcionfilnek az öreg Fiat Balilája, amivel ott a Págerántal ment, az az enyém volt. De hát ott ezek az öreg autóknál adódott, hogy mindegyiket mechanikusan meg tudják csinálni, a karosszéria külső elemét azt meg tudják csinálni, de a farszerkezet szétrohadt. Na most az egész, hogy én a fával nem vagyok asztalos, elkezdtem dolgozni, azaz, hogy az öreg autóknak jutottam föl. És akkor egyszer jöttek, hogy Laci, ne hülyéskedj, hát gyere ki a Farkashegyre, hát Oldtimer repülő világtalálkozó van a Farkashegyi repülőtéren. És akkor kimentem, és mondom, hát itt foglalkozom én öreg autókkal, amikor öreg repülők is vannak. Korabeli vagy modern, kicsi vagy nagy, egységesen elmondható, hogy mindenki megtalálta azt a pontot, ami a haditechnikai bemutatón lenyűgözte. 18 ország résztvevői igyekeztek 2 napon keresztül megmutatni mindazt, amit érdemes tudni a haditechnikáról. Tették mindezt földön és levegőben, nem akármilyen látványt teremtve.